Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió szerdai híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket röviden. Új óvoda épül Sopronban. A város biztosít területet az evangélikus intézménynek. Nagyszabású fejlesztés. Teljesen felszerelt grafikai tantermet adtak át a Handler Nándor Technikumban. Emelkedés. Fellendült a lakásvásárlási kedv Sopronban is. Új óvoda épül a Hillebrand utcában, jelentette be dr. Farkas Ciprián polgármester közösségi oldalán. A város által biztosított területen az új bölcsöde szomszédságában valósul meg az evangélikus egyház fejlesztése, ahol már megkezdődtek a munkálatok. Hamarosan két tagovoda tartozik majd a Hunyadi János evangélikus iskolához. Az a célunk, hogy a soproni gyermekek a lehető legjobb körülmények között nevelkedhessenek, ebben pedig fontos szerepet vállalnak az egyházi intézmények is, hangsúlyozta a városvezető a bejegyzésében. A Soproni Szakképzési Centrum komplex fejlesztése címmel tartottak szerdán projektrendezvényt a Handler Nándor Technikumban, amely több jubileumot is ünnepel idén. 3,6 milliárd forintos támogatást tudnak fordítani a következő időszakban három város 7 szakképzési iskolájára. A Soproni Szakképzési Centrum három városban 3,6 milliárd forint kormányzati támogatásból fejleszti 7 tagintézményét. A projekt keretein belül Csornán új tanműhely, Fertődön és Sopronban iskolaépületbővítés várható, és korszerű eszközfejlesztések valósulnak meg a következő időszakban. A Handlerben jelenleg egy grafikai tanműhelyet adunk át a kreatív ágazatban tanulók számára. Itt Macintosh számítógépek láthatók mellettem az asztalon, ezeket vásároltuk a projekt keretében. A továbbiakban faipari eszközbeszerzések, építőipari eszközbeszerzések, illetve a sporttoláshoz szükséges eszközöket fogunk vásárolni. A beruházás keretében az intézményben a grafikai oktatóterem új Macintosh típusú számítógép parkkal került felszerelésre. A 32 eszköz a kreatív ágazatban a grafikus, illetve a dekoratőr szakmát tanuló diákok oktatását segíti a jövőben. A projekt rendezvényen részt vett dr. Farkas Ciprián Sopron polgármestere, aki beszédében hangsúlyozta, ahhoz, hogy városunk és az ország erős és stabil legyen, kiemelt alapja az oktatás fejlesztése. Barca Attila, térség országgyűlési képviselője is jelen volt a rendezvényen. 150 éves a Handler, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és örömteli az, hogy ezt a szép évfordulót egy nagyon komoly informatikai, számítástechnikai fejlesztéssel tudjuk összekötni, hiszen nagyon modern gépek érkeznek az intézménybe, ami szintén segíti a szakképzésnek a színvonalát, és méltán lehet büszke az intézmény és Sopron város közössége azokra mind a hazai, mind a nemzetközi tanulmányi eredményekre, amelyek a diákok elérnek. 150 év hosszú idő, az intézmény szerves részét képezi Sopronnak, mint iskolavárosnak, és Sopron város oktatásának, és azt gondolom, hogy nagy jövő előtt áll. A szakképzés néhány éve Magyarországon átalakult, és ezt az átalakulásnak az egyik sikerintézménye a Handler. Díszoklevél átadására is sor került a jubileum alkalmából, melyel 10 millió forintot adományoztak szabad felhasználásra a Handler Nándor Technikum fennállásának 150. évfordulója alkalmából. 1884-től datálódik ez a 150 év, és akkor került Sopronban szervezett módon megszervezve az ipari oktatás, ipariskolai oktatás, és ez a Handler Nándor Technikum elődintézményeiben indult el, és valójában több évtizeden keresztül ez az iskola jelentette az iparoktatást Sopron városában. Azóta ez tovább fejlődött, és mint akkor is, most is a legfontosabb célja, hogy a régió, maga a város gazdaságának az igényeit szolgálja ki ez az intézmény. Ezt tette a Handler Nándor Technikum az elmúlt 150 évben, és ennek van a mai szép ünnepe. Az iskola 30 éve viseli a Handler Nándor nevet. A kiváló soproni építészről dr. Tárkányi Sándor építész helytörténész tartott előadást a rendezvényen. Az eszközbeszerzés folyamatosan zajlik a projektben, melynek keretében számos nagyértékű, szakmai oktatást segítő gépek, berendezések érkeznek az intézményekbe. Várhatóan 2026 első negyedévére valósul majd meg a beruházás. A hidegebb idő beköszöntével a kint élő kedvencekre nagyobb figyelmet kell fordítani. Nem csak a megfelelő fekhely kialakítása fontos, hanem a megfelelő táplálás. Továbbá fokozottan ügyelni kell akár a kullancsok elleni védelemre, valamint a különböző mérgezések megelőzésére is.
akkor lesz szívültrahang is, ugye? Igen, szerintem. Kontrollvizsgálatra érkezett ez a macska az egyik soproni állatorvosi rendelőbe. A téli szezon a kedvencek számára is több veszélyt jelent. Az egyik ilyen időszakos probléma a fagyáló mérgezés. Ilyenkor szoktak, amikor a hidegek beállnak, megmérik a kocsiknak a fagyáló hőmérsékletét, hogy bírja-e majd a hideget. Aztán, ha nem bírja, akkor le kell cserélni a fagyálót. Kínfelejtik az udvaron, és az egy édes folyadék, etilenglikol tartalmú. Macska is különösen ugye rájuk jelent ez nagy veszélyt az életmódjuknál fogva, de a kutya is simán megissza. Az etilenglikol ugye önmagában nem mérgező, viszont a májba az alkohol dehidrogenáz enzim hatására, ugyanaz egyébként, mint ami az etilalkoholt lebontja, egy mérgező komponens alakul ki az oxálsav, és az oxálsav megköti a vérnek a kálcium tartalmát, lesz belőle kálciumoxalát kristály, ami két dologgal jár együtt, ez a vesén keresztül kiválasztódik és hazavágja a vesejét az állatnak, tehát a haláluk a veselégtelenség, illetve lecsökkenti a vérkálcium szintjét, akár görcsös állapotokkal is tud ez járni. Onnantól fogva, hogy a oxálsav kialakult, onnantól a kérdés menthetetlen, akkor van esély arra, hogy ezt orvosoljuk, ha valaki látta, hogy ez megtörtént, és akkor nyilván ilyenkor meg lehet hánytatni a kutyát egyfelől, másfelől, ugye, és de ezt otthon senki ne próbálja meg felügyelet nélkül, mert megfelelően ezt ki kell vitelezni, ugye etilalkoholt kell adni a kutyának olyan mennyiségben, hogy ne hányja ki egyrészt, másrészt pedig lefoglaljuk az alkoholdehidrogenáz enzimet a májba, hogy ne férjen hozzá az etilenglikolhoz, hanem legyen dolga az etanollal, és akkor nem fog kialakulni az oxálsav, és nem lesz ebből probléma. Mondom, akkor ha láttuk, hogy ez megtörtént, akkor tudunk igazából beavatkozni. Az állatorvos kiemelte, a kullancsok ellen egész évben védeni kell az állatokat. Akár cseppel vagy gyógyszerrel, esetleg állatpatikában kapható riasztó hatású sprével. A csúcs megvan most, és az a tavasz és az őszi időszak. A tavasz a legnagyobb, az őszi a második, de télen és nyáron is, forró nyáron is vannak kullancsok, tehát egész évben kell vérekezni. Felhívom azoknak a gazdáknak is a figyelmét egyébként, akik a szívférgesség kapcsán, ami egyre nagyobb mértékben jelen van itt a mi környezetünkben is védekeznek. Ezt 4 hetente a megfelelő szert télen-nyáron, január 1-től december 31-ig be kell adni, hogy nehogy ebből probléma legyen a későbbiekben. A téli időszakban a kutyaház hőszigetelésére és a megfelelő hőmérsékletű vízre is fokozott figyelmet kell fordítani. Idén fellendült a lakásvásárlások száma Sopronban is. A tavalyi adatokhoz képest legalább 25%-kal vásároltak több ingatlant a térségben, így közelítve a 2022-es ingatlan dömpinghez. A szakember kiemelte, Sopronban a felújított és a fiatalos lakások a kelendőek. Egy 69 négyzetméteres lakásról beszélünk, amihez pluszban tartozik egy 30 négyzetméteres terasz, ami itt a belvárosban egy igazán kuriózumnak számít. Németh Zsolt mutatja az egyik legkedveltebb típusú lakás Sopronban. Az 1+2 félszobás lakás az egyik legkedveltebb a jelenlegi piacon megtalálhatóak közül. Az előző évhez képest idén többen keresnek lakást vagy házat vásárlási céllal. Abszolút az látszik a piacon, hogy az újszerű szép lakásokat keresik. A felújítandó, rossz állapotú lakásoknak jelentősen visszaesett a piaca, illetve ezeket csak jóval nyomottabb áron lehet értékesíteni. Az látszik, hogy az áremelkedés a tavalyi évhez képest nem volt túl magas, tehát ezt nem a 25-30%-kal nem volt arányban, itt inkább olyan 5%-ról beszélünk, ami nominális áremelkedés, tehát ebbe az infláció nincs beleszámolva, úgyhogy igazából ez az 5% az, ami a tavalyi évhez emelkedett. A befektetők a tavalyi évhez képest kezdenek visszatérni, tehát tavalyi évben teljesen eltűntek a befektetők a lakáspiacról, illetve nagy részük, most azért idei évben már kezdenek visszatérni, és veszik jó részt a kisebb lakásokat, keresik befektetési céllal, illetve folyamatosan ez is a fő célpont a keresők között, az első rendű célpont a kis lakások, illetve a szép felújított lakások. Az ingatlanpiaci statisztika szerint 2024-ben 25-30%-os növekedés jellemzi a tranzakció számot, tehát idén többen vásároltak ingatlant. A tavalyi év visszaeséséhez képest ugye a 23-as év az rendkívül alacsony tranzakció számmal zárt, ahhoz képest mindenképpen egy ilyen 25-30%-os tranzakció szám emelkedésre számítunk az évbe. Ez csak a visszaesést kompenzálja, tehát igazából visszatérünk a 22-es adatokhoz körülbelül, de ez azt jelenti, hogy ebbe az évben már azért mindenképpen fellendülés volt a tavalyihoz képest.
A jövő évben még inkább jobbak a kilátások, tehát úgy néz ki, hogy sok olyan tényező van, ami talán az ingatlan piac felé tereli az ügyfeleket, illetve a pénzeket. Ezáltal ott még egy 10-15%-os tranzakciószám emelkedéssel lehet valahogy valószínűséggel számítani. Az erős vásárlási és eladási kedvnek köszönhetően a lendület várhatóan az év hátralévő részében is megmarad. Jövőre pedig aktívabb időszakra számítanak a szakértők. Márton napjához kapcsolódóan libás játékokkal, versekkel, énekekkel, közmondásokkal készülnek az óvodások a soproni intézményekben. A Szent Orsolya óvoda legkisebbjei már a lámpásokat készítik a felvonulásra. Dalokkal és népi játékokkal is készülnek a Szent Orsolya óvoda gyerekei Szent Márton napjára. A hétköznapi tevékenységeken és programokon túl minden óvodai életben nagy hangsúlyt fektetünk az ünnepekre, a jelesnapokra. Viszont óvodáinkban, mivel katolikus intézmény vagyunk, nagyon fontosak az egyházi ünnepek is. És fontosnak tartjuk, hogy a szenteket is megismertessük a gyermekeinket. November hónapban két szentről is megemlékezünk, Szent Erzsébetről és Szent Mártonról. Az ő életükön keresztül legendájuk által nagyon sok olyan örökérvényű értéket tudunk a gyerekek felé közvetíteni, mint a szeretet, a jóság, a törődés, az odafigyelés, vagy az alázat. És erre a gyerekek nagyon szívesen készülnek, hiszen nagyon szép hagyománya már az óvodánknak. Rengeteg kreatív programot, múzeumpedagógiai tevékenységen vesznek részt a gyerekek, illetve nagyon sok mese és bábelőadást néznek a történeten keresztül, ugye óvonénik bemutatják nekik, illetve sok-sok éneket, mondókát, mesét tanulnak. Zajlanak a libás tevékenységek a csoportokban, egész héten tematikus programokkal és játékokkal készültek az óvónők. Mártonnapi ünnepségre készülünk egész héten, óriási lelkesedéssel készülünk, mint minden évben. A hét elején megismerkedtek a gyerekek Szent Márton történetével, legendájával, megismerkedtünk a mártonnapi hagyományokkal, népszokásokkal is természetesen. Ilyenkor sok Mártonról szóló dallal, a jó cselekedeteket jelképező fényről, lámpásról szóló énekekkel, libás mondókákkal, versikékkel ismerkednek a gyerekek, amiket a felvonulás során is nagyon szívesen énekelünk, még hangulatosabbá téve ezzel az eseményt, illetve nagyon sok barkácsolás is várja a gyerekeket a héten. Minden nap Márton nappal kapcsolatos dolgokat készítünk, először elkészítjük a lámpásokat, és idén ilyen kis papírmasé liba lámpásokat készítettem velük. Benépesítjük a libaólat is, illetve Szent Márton alakja is feltűnik majd a gyerekek alkotásában. Reggelente pedig a kis közös imáink Szent Mártonhoz szólnak a héten. A gyerekek készítik a lámpásokat és várják a felvonulást. A lámpást én készítettem az editnével. És ezzel fogok majd felvonulni a városban. Lámpásunkat úgy készítettük, hogy először papírmaséból befestettük a lyufit, és amikor megszállt, nagyon eszettük, és a fejét kettő papírból összeragasztottuk, meg a csőrét is. A Szent Orsolya óvodában családi délutánnal ünneplik Szent Márton napját. Az Orsolya téren kiállítás nyílik a gyerekek alkotásaiból, majd bejárják a belvárost az elkészült lámpásokkal. Változékony lehet az idő, az időjárásról bővebben híradónk után hallhatnak. Ezután a hét témája című műsorunk következik, majd az Újház című magazint láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió szerdai híradóját látták. Műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön napos fátyolfelhős időben lesz részünk, Sopron térségében egy-egy élénk délkeleti széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és plusz 2 fok között alakul, délutára 10-15 fokra számíthatunk. Pénteken sem várható változás időjárásunkban. Reggel ismét sok felé fagyni fog, délután pedig 10 és 16 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton a ködös hajnalokat követően napközben is marad a tartósan felhős, párás, ködös idő. Délutánonként 5-14 fokot mutathatnak a hőmérők. Az időjárás előrejelzést támogatta a Gyesebb ZRT.